Na, sziasztok, töröm a krumplit. Hát már mit csinálok? Lángost. Jó kis háztáji lángost. Hát tudjátok, hogy ez nem is maradhatna el a háztáji főzésből, hogy egy kis lángost csináljunk. Hát megmondom őszintén, én a piaci lángost is nagyon szeretem, főleg azért leginkább, mert a 180 fokban nem nekem kell mellett állni nyáron, meg hát azt más csinálja. Annak is megvan a szépsége, de akkor most megmutatom, hogy én ha itthon csinálok, akkor én ezt a fajtát szeretem a legjobban, nekem ez vár be leginkább. Na, akkor itt ami történt, megfőztem sós vízbe kockára vágva a krumplit, és akkor ezt most beleteszem a tálba, megtörtem. Hát ez tulajdonképpen egy darab krumpli volt nekem, amit meg kellett pucolni, nem egy nagy mennyiségről beszélgetünk. És hogyha már a krumpli szóba került, mert ez egy krumplis lángos lesz, akkor a piacihoz képest hadd mondjam már el, mert az kenyértésztából készül, azt nagyon jól tudjuk, hogy abban liszt van, víz van, élesztő van, meg só van, semmi más, de én jobban szeretem ezt a krumplis változatot, mert egy puhaságot, lágyságot fog neki adni a tésztájának, azon kívül, hogy kívül roppanós lesz. De ha ezt nem ezzel tenném, akkor sem a piacit készíteném, hanem abba annyi változtatást csinálnék, hogy a víz helyett tejet használnék fel, mert vagy a tejjel, vagy a krumplival tudjuk egy kicsit puhítani a tésztának a közepét. Na, ennyi a különbség. Egyébként attól függetlenül, hogy én most ezt a tésztát készítem, én le fogom írni nektek azt is, hogyha én a másik válfajút készítem, ha éppen nincsen itthon ilyen hozzávaló, mert ahhoz csak akkor nyúlok, ahhoz az alkotó elemhez, tehát a liszthez, a vízhez, a sóhoz és az élesztőhöz csak akkor nyúlok, hogyha nincs más. Ha van itthon tejem, akkor feltétlenül a víz helyett tejet teszek, és le fogom írni azt a típusú receptet, hogy ha én azt választom, ha éppen nincs krumpli, vagy nincs kedvem csinálni ezt is, akkor azt hogy kell elkészíteni. A recept meg lesz az is, meg lesz ez a krumplis is. Csak én most ezt készítem, ezt én jobban kedvelem. Ha egy mód van rá és van hozzávalom, akkor mindenképpen ezzel dolgozok. Megvan a krumplink, ami már egy kicsit kihűl, de nem teljesen hideg. Na, akkor mutatom, hogy látjátok, nem sok hozzávalója van ehhez sem, a krumplival egy kicsit több, mint a másikhoz, ami ez nem kell. Na de, én ennek meghagytam a levét, a krumplinak a főző levét, mert mi ebbe tojást nem teszünk. Mert a nagyon hagyományos krumplis lángosban tojás is van, de így teljesen felesleges, mert össze fogja tartani. Egyébként a krumplis már összetartaná, de mivel, hogy meghagytuk a levét és azt fogjuk felhasználni, akkor az meg főleg összetartja annak a keményítő tartalma ezt az egészet, úgyhogy tojást nem fog igényelni. Ezt én át is öntöm ebbe a kis mércémbe, hogy tudjam, hogy 2 decit fogok kiönteni, és hogy abból nekem mennyire volt szükség. 1/2 kiló liszttel fogok dolgozni, amit leszitálok ide. Ez az első. Mindenképpen szitáljátok, mert könnyedebb lesz a tészta. Tudjátok, ezt keltésztánál mindig így kell csinálni. Sima BL 55-ös liszt. Semmi extra. A legolcsóbb fajta is jó, tökéletes. Leszitáltam a lisztet. Én most a 25 dekához 1/2 kiló lisztet tettem. Tehát azt jelenti, hogy a liszt mindig 2-szer annyit, amennyit felszokott venni a krumplihoz képest. Tehát ha 1/2 kiló krumpli, akkor 1 kiló lisztet fog felvenni. Alul van a krumplikánk. Teszek bele ebből egy kis folyadékot. Ez a krumplinak a leve. Na de ha valaki úgy gondolja, hogy még tovább akarja lágyítani, én úgy gondolom, hogy ezt már a krumpli megadja, nem szükséges hozzá a tej, de akár ehelyett tejet is lehet választani. Jó, megy rá cukor. Egy olyan kis teáskanálnyi lehetett, de maximum attól több semmiképpen nem kell. Ide oldalra egy teáskanál sót így elszórok ide kívülre. Már nem maradt más hátra. Az élesztőmből a felét hozzáteszem, belemorzsolom, de hogyha az instant fajtát fogjátok választani, tehát a porélesztőt, akkor abból az egy csomaggal kell ennyi mennyiséghez, és akkor ide bele kell szórni. Ott annyi a különbség. Hát a felét ide belemorzsolom, elkezdem összedolgozni. Ameddig igényli, nekem teszem hozzá azt a krumpli levet, de én le fogom írni ezt receptbe, úgyhogy ezt már így nem is mutatjuk, hanem összedolgozom, és akkor mutatjuk a továbbiakat utána. És ha így elválik a tától nektek is, attól is függ egyébként, hogy a krumplitok mennyire parázs, vagy mennyire nedves, vagy hogy szűrtétek le a vizet belőle. Lehet, hogy egy 5-10 deka liszttel többet fog felvenni, de inkább csak 5-tel, majd meglátjátok.
de azért így váljon el a tálltól. Ha ez így megvan, hogy elválik így a kezetektől, nem kell ennek nagyon keménynek lenni ennek a tésztának. Egy picit alálisztezek, egy nagyon picit felé. Jó, és letakarom. Meleg helyen, hadd keljen, legalább kétszer akkorára. És utána dolgozunk vele tovább. Na, megcsináljuk rá a cúrmit közben, míg kell a tésztánk. Pucoltam egy kevés fokhagymát. Na hát ez lehet jóval több is, mert nálunk másképpen is szeretjük. Na mindegy, nem is ez a lényeg. És vízbe fogom tenni. Hát azért vízbe fogom tenni, és nem simán olajba, mert biztos tudjátok ti is, hogy a kenyeret is, amikor megsütik, akkor egy kis vízzel bespriccelik, hogy puhább legyen. Na most például leginkább a piaci lángosnál fordul az elő, hogy az keményebb a külseje, nagyon-nagyon, akár még akinek érzékeny az íze, még azt meg is bánthatja, főleg a vékonyabb részeknél. És hát ha ezzel az ecsettel egy kis nedvességet adunk neki, akkor az egy kicsit annyira leredukálja, hogy pont éppen úgy lesz kellemes, de mégis megmarad a roppanósága. És hát tudjátok, hogy az olajtól meg leginkább óvjuk, végjük a lángost, mert nagyon szereti felfelé szívogatni, úgyhogy semmiképpen nem lenne praktikus szimplán olajba tenni, hogy még pluszba egy olajos réteget rávigyünk, emiatt szokták vízbe tenni, na ezt, hogy letisztázzuk, csak azért mondtam, viszont egy nagyon picit szoktunk bele csepegtetni az olajból, azt is mondom, hogy miért, mert ez a tetején, de tényleg egy nagyon keveset, úgyis feljön a tetejére, egy védőréteget képez, hogy nem maradjanak az aromák, és akkor ne itt kívülről szedegessen össze-vissza dolgokat fel. Ez a lé, ezt belenyomom, de ha akarjátok, vághatjátok is, ha nem nyomóval akarjátok csinálni, az mindegy. Csak ezt minél hamarabb érdemes megcsinálni, mert minél régebb óta áll benne a fokhagyma, annál jobb lesz az íze. És ez, hogyha nem fogy el, akkor egy ételbe a végén beledobhatjátok másnap, vagy harmadnap nyugodtan. Fel lehet használni egy pörköltbe, ami megmarad. Na, erről ennyit akartam mondani. Ezzel fogunk kencézni. Összekavarom is hadáljon. Közben az jutott eszembe, valakinek éppen nincs otthon, csak fokhagyma granulátum, akkor használjon azt, azzal is meg lehet szórni, tehát most ebből csak ennyi. Nem kell fennakadni semmin, én ezt mindig mondom nektek. Öntöttem egy kis olajat ide, gyerekek, lekenem ecsettel, mert ide fogjuk pakolni a cuccost, ami már most már megkelt. Úgyhogy ezt beolajoztam. Jó. Megkelt a tésztánk, látjátok? Kétszer akkorára. És most már annyi dolgunk van, hogy csipkedünk belőle. Olyan kis méreteket, kis bucikat csinálunk, ahány adagot szeretnénk ebből elkészíteni. Kicsit beolajozom a kezem, egy picit, de amúgy ide is nyúlhatok, már teljesen mindegy. Csipek le. Hát aki kisebbet szeretne, gyermekadagot az kisebbet csinál, aki közepeset, hát tudjátok, ez mindenkinek személyre szabottan. És akkor ide így megcsipkedem az alját, jó, és egy. Így kibucizom az összeset. És ha ez megvan, akkor még hagyunk neki egy kis állásidőt, így összecsipkedem a kis végét, ennyi az egész, nem variáljuk túl a dolgokat. Tudtátok amúgy, hogy régen a nagymamáink, mikor volt még dunna, akkor, vagy nagypárna, a közé tették keleszteni ezeket a dolgokat. Én meg most itt a társasházba, hogy vagyok, hogy gyorsítsam a folyamatot, egy kicsit bekapcsoltam a sütőt, rányítottam egy kicsit, hogy felgyorsítsuk, apa ne várjon olyan sokat, ne tartsam már fel. Ez most nem olyan nagy mennyiség, amit készítek, mert most egyszerre szeretnénk megenni. Frissen, hát nyilván, hogy frissen jó. Ez kisütve. Lesz egy nagyunk is, én már ezt nem szeretem két picire, de elosztom oda is. Frissen a legfinomabb, és akkor mit kell ilyenkor csinálni? Azt kell csinálni, hogyha valaki úgy frissebben szeretné jobban enni, hát nyilván, hogy úgy szeretjük, akkor még a kelesztés előtt, ahogy összekavarjátok, berakjátok a hűtőbe, közvetlenül letakarjátok magát a tésztát közvetlenül zacskóval, akár egy kis olajat is tehettek a tetejére, zacskóval lezárjátok a tetejét, és az a lényeg, hogy másnap frissen süthettek belőle. Ha mondjuk ebből csak kettőt akartok frissen kisütni, vagy hármat, holnap meg a másik felét, akkor azt frissen megtehessétek. De ugyanez a helyzet, hogyha fagyasztani akarjátok, hogyha egy nagyobb mennyiséget csináltok, mondjuk egy kilóból legalább,
ha készítettek, akkor ahogy összekevertétek az egészet, úgy egy összegbe is bezacskózva, levegő kinyomva belőle, berakhatjátok a fagyasztóba, és akkor később dolgozhattok vele. Úgy, hogy kiveszitek a sima hűtőbe, amikor megengedett, kiveszitek ide, egyszer átforgatjátok, és hagyjátok megkelni, és akkor utána jönnek ezek a folyamatok. Na, akkor most ezzel az történik, hogy ezt én megint letakarom, egy kicsit hadd keljen, mert most megbolygattuk ott a kellés dolgokat, hadd keljen egy kicsit, addig felmelegszik az olajam, és akkor sütjük. Megkeltek a kis bucik, és akkor most már nagyon gyorsan csinálom belőle a dolgokat. Első fontos lépés, hogy feltettem az olajat, ami nem kevés, tehát hogy ne éppen csak alul legyen, hogy leérjen az aljára a tésztánk. Csipek egy pici tésztát, és beleteszem, megnézzük, hogy jó-e. És úgy látom, hogy működik. Beolajozom a kezemet. Apa, vegyed. Ne menjél oda, ide gyere. Beolajozom egy kicsit a kezemet, mert most már így fogunk dolgozni, és veszem fel az első tésztát. Menjünk arrébb, apa. És szépen elkezdem így tágítani egy kicsit, kezemmel így a levegőbe. Akinek úgy könnyebb, akkor csinálhatja így is, hogy egy kicsit így megnyomkodja. Egyébként sose aggódjatok azon, hogyha kiukasszátok, mert amúgy az direkt jót is tesz neki, de így a kezetekre is vehetitek. Várjatok, beolajozom még a kezem egy picikét, könnyebben. Ha elszakítjátok, az se gond, mert ott direkt jó, ha kijön a levegő, és akkor nem lesz ilyen közepesen feljövő rész. Ez nekem igen nagy méretű serpenyő, mert 30 centis átmérőjű. Azért akkora lángos csak nem szeretnék, mert legyen, aki azt megegye. Egyébként látszik, hogy szépen meg van sülve, közben már a mintánk is megsült, azt már kiveszem. Egyébként ezt lehet zsírba is sütni. Ami nagyon fontos még, hogy mindig úgy tegyük le, hogy le tudjon csepegni róla a felesleges zsíradék, jó? Na látjátok, ilyen szép. Amit most méretet láttok, az egy normál méret, mert mint ahogy mondtam, ez nekem igen nagy méretű ez a serpenyő, úgyhogy igyekeztem normál méretet csinálni. És hát egész magas hőmérsékleten csinálom, a maximumon. Majd arra figyeljetek, oda a másik oldalnak már nem kell annyi idő, de meg kell nézegetni, hogy jó legyen, okés? És akkor kisült az első lángosunk, a másik felének már csak fele annyi idő kellett, és már nyilván, hogy jobban fel van melegedve az olajunk is, úgyhogy gyorsan dolgozunk és csináljuk a másikat. Kész vagyunk, gyerekek, ki vannak sülve, ez volt a legelső, ide raktam, mert ezt fogom most mindjárt megkenceficézni. Ez meg legutolsón, ez lett a legnagyobb, hát ez majdnem akkora volt, mint a nagy serpenyő. Azért nem kell ekkorákat csinálni, csak ha valaki megbír annyit enni, de inkább jobb, hogyha kicsit kisebbeket csináltok. Na teljesen mindegy, nem ez a lényeg. Kóstoljuk meg, hát mutatnám, hogy én hogy szeretem a legjobban. Hát mondom őszintén, hogy a show az elmaradhatatlan, az azért legyen rajta. Ugyan megsúsztuk a belsejét, de az kell. És hát, török belőle. Halljátok, hogy ropog? Pedig ez sült ki leghamarabb. Hát ezt így meg kell kóstolni. Jó puha, át van sülve, látjátok? Halljátok, hogy ropog? Tehát attól függetlenül, hogy beletettük a krumplit, kellemesen puha, de a külseje úgy ropog, ahogy kell. Király. Nem tudok rá mit mondani. Király. Én nagyon szeretem így önállóan először megkóstolgatni, hogy vajon milyen is tulajdonképpen ez a tésztás kaja. Hát igen. Közben, még itt teszegélek, megkenegetem ezzel a kis kenceficével, ezzel a fokhagymással. Hú, de jó fokhagymás illata van, már most jól átjárta a dolog. Oké, és frankó. Akkor most már jön. Bocs, hogy közben eszek, de az melegen jó, tudjátok. Tejföl. Nem sajnálom, mert szeretem azt is úgy is. Szóval ezt télen, nyáron bármikor érdemes megcsinálni, gyerekek, mert ez nyáron nem annyira szeretem csinálni, mert meleg van a konyhába, de ha kell, akkor odaállok. Most csak annyi múlik, mert nem sok idő amúgy.
több a kelés, mint a megcsinálás. És akkor hozom a sajtot. És hoztam hozzá a sajtot, gyerekek, mert azért én szeretem, hogyha van rajta jó bőven. Hát, nagyon finom lesz. Megmondom őszintén, csak javasolni tudom mindenkinek. Töltött lángost is lehet készíteni. Én bevallom, hogy nem szoktam odáig elmenni, mert meg szokott felelni ez is. Mint ahogy mutattam nektek, én már önmagában is nagyon szeretem kiélvezni, de ezt megint meg kell kóstoljam. Úgyhogy most búcsúzok tőletek, javaslom, próbáljátok ki. Mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá. Puszilok most is mindenkit szeretettel. Sziasztok!